Idén is színes programokat tartogatott az érdeklődők számára a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és Tahitótfalu Község Önkormányzatának egyhetes rendezvénysorozata az Advent Tahitótfalun. Az esemény záró alkalmának a református templom és a gyülekezeti terem adott otthont. A rendezvény Árvavölgyi Béla lelkipásztor köszöntőjével vette kezdetét, aki Ézsaiás próféta könyvének és Pilinszky János gondolatainak segítségével az ünnepre való ráhangolódásról beszélt. Mikor valaki valami nehéz munkát végez, akkor könnyen ragad a földön a tekintete. Nagy manapság talán jobban értjük már ezt, hogyha valaki mondjuk a számítógépén dolgozik, akkor könnyen látja azt, ami a monitoron van, de ha mögötte 10 centivel, vagy fölötte, vagy alatta mi történik, az sokszor elkerül a figyelmünket. Hát valami ilyesmire figyelmeztet ez a Pilinszky idézet is, hogy az ünnepre megvan az okunk, megvan ennek az indoka. Jó lenne, hogyha szívvel, lélekkel megérkeznék az ünnepre is. Árvavölgyi Béla után dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere mondott köszöntőt. Én azt gondolom, hogy a gyerekek szemében nézünk, legalább egy csillogás látható, hogy a gyönyörűséget remélt és vég, mint magát a gyerekek kezében. Az, ami dolgunk és ami kötelességünk, hogy ezt a fényt, amit a gyermekek tekintetében látunk, megőrizzük és vigyázzuk és óvunk. Hiszen csak ők így tudják majd a gyermekeknek, a unokáinknak, a unokáinknak átadni azt a fényt, A beszédeket követően az érdeklődők megtekinthették a tahitótfalui óvodások karácsonyi műsorát. Az Almási László utcai óvoda nagy csoportosai a 4 adventi gyertya történetét adták elő, melyet Rácz Alexandra és Varga Katalin óvónők, valamint Bötkös Zoltánné Dadus tanítottak be. Petőfi Sándor utcai óvoda nagycsoportosai betlehemes játékkal készültek. A műsort Benyóné Ott Ildikó és Bánáti Anita óvónők, illetve Kövesdi Józsefné Dadus tanították be. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány ajándékkal köszönte meg a hangulatos karácsonyi műsort a gyermekeknek. A záró rendezvény a református gyülekezeti teremben folytatódott, ahol kihirdették a süteménysütő verseny győzteseit. A finomságokat háromtagú zsűri értékelte, melyben Lakatosné Ica és Kálmánné Jutka mellett idén is ott volt Baracskai Angéla cukrászmester. Először is szeretném elmondani, hogy a tavalyhoz képest semmi sem változott, a hangulat ugyanaz. Mindig úgy érzem, hogy azzal, főleg a családi kedvenc süteményeknél, hogy az ember igenis egy kicsit megmutatja, hogy milyen lett az ő családja, az az intimitás, az a szeretet, az megmutatkozik, és ez idén is megmutatkozott a süteményekben. Nagyon kreatívak, nagyon ízesek lettek, és hát a mézes kalácsházakról ne is beszéljünk, tehát mindenkinek hatalmas tapsa a kitartásért és a gyönyörű kidolgozásért. Beigli kategóriában első helyezett lett Juhász Erika és Almási Csaba. A családi kedvencek között Sandőr Ferencné süteménye bizonyult a legjobbnak, mézes kalács kategóriában pedig az Antal család lett a győztes. Az Advent Tahitótfalu rendezvénysorozat vendégséggel zárult, ahol mindenki megkóstolhatta a díjnyertes finomságokat.